Az Electrolux 12 terítékes szabadonálló mosogatógépei közül ez a modell 12 literes vízfelhasználás mellett 5 programmal és 5 választható hőmérséklettel rendelkezik. A programok tekintetében a készülék tudja a 70 fokos intenzív programot, erősen szennyezett edények esetében. Van benne egy automata program, amikor a készülék érzékeli a betett edények szennyezettségi fokát, és annak megfelelően automatikusan beállítja az optimális hőmérsékletet. Van benne egy 30 perces, 60 fokon dolgozó gyorsmosogatási program, egy 50 fokos energiatakarékos program, amikor is kevesebb vízzel működik a készülék, viszont a mosogatás időtartamát egy kicsikét ki fogja tolni. Illetve az ötödik program az gyakorlatilag egy úgynevezett zuhanyprogram. Az étel szennyeződés nagyját le tudjuk az edényzetről úgy öblíteni, hogy ugye még nem indítjuk el a mosogatást, tehát a későbbi indításig sem szárad majd rá. Illetve egy egykarakteres kijelző van a készülékre elhelyezve, ennek a segítségével 9 órával tetszőlegesen el tudjuk tolni a mosogatás indulását. Ez a függőlegesen elhelyezett LED sor mutatja, hogy éppen hol tart, tehát hogy éppen mosogat a készülék, mutatja, ha a program végére ért. Ki tudjuk választani, hogy ezzel az úgynevezett multitablettával is használható a készülék, ebben az esetben ugye világít a kis szimbólum mellett a lámpa, és mutatja az öblítőszernek és a vízlágyítósónak a hiányát is. Belső kialakítását tekintve az alsó kosár oly mód variálható, hogy ezeket a hátsó kis tartófüleket le tudjuk, illetve fel tudjuk állítani, le tudjuk hajtani. Ennek a segítségével tudjuk meghatározni azt, hogy az alsó kosárban is tányérokat szeretnénk mosogatni, vagy hogyha elfektetjük, akkor egy nagyobb átmérőjű lábos, fazék, különböző edényzet is belefér. A felső kosár oldalsó füleit le tudjuk hajlítani. Ebben az esetben a talpas poharaknak a talp részét tudjuk ide bepattintani, illetve fixálni, hogy a vízsugár véletlenül se borítsa föl azokat mosogatás közben. Ugyanez megtalálható a másik oldalon is. Illetve ezek a kis narancssárga gumifülek azt teszik lehetővé, hogy a különböző átmérői poharakat, ha rátesszük, akkor azok szintén fixen tartják, tehát nem tud felborulni. A kosár magassága állítható, ha két oldalt megfogjuk, megemeljük, akkor ugye magasabbra kerül a felső kosár, így akkor az alsó kosárba nagyobb átmérői edényeket is el tudunk helyezni, viszont hogyha a felső kosarat leengedjük, akkor egy nagy átmérői tányér is elfér a felső részben. A mosószer, illetve tisztítószer adagolása ezekbe a kis tartályrészekbe történik. Ide kell elhelyezni a mosogatószert, illetve adott esetben, ha tablettát használunk, az szintén ebbe a kis rekeszbe kell beletegyük. A másik kis kerek rekeszbe töltjük az öblítőszert, ez egy nagyobb mennyiség, tehát ezt ő majd mindig minden mosogatás előtt adagolja a megfelelő mennyiséget. Illetve a belső tér alsó részében van ez a tartály, oda kell betöltenünk a vízlágyítósót, ez szintén egy nagyobb mennyiség, tehát ezt nem kell minden mosogatás előtt behelyezni. Illetve a mosogatógép aljában található meg ez a szűrő, az ételszennyeződés nagyobb részét ez a szűrő fogja meg, ez kivehető, ezáltal könnyen tisztítható, szétszedhető, és nagyon könnyen egy mozdulattal vissza tudjuk helyezni.